Sziasztok, Novák Blanka vagyok, 20 éves egyetemista. Több mint 5 éve foglalkozok kutatási tevékenységgel, mikrobiológiai projektemmel, több nemzetközi versenyen vettem részt. Megtapasztaltam, hogy az innovációra éhes világban a tudás diffúziója elkerülhetetlen. Ezért indítottam el az amerikai verseny után az ISAF, az Amerikai Szövetség támogatásával a Drop the STEM podcastot, ahol inspiráló beszélgetéseket rögzítek világszinten elismert fiatal elmékkel, hogy változást ösztönözzenek és terjesszék a tudomány iránti szenvedélyt. Tudományos kommunikáció területén végzett munkám során több fiatal kutatót kötöttem össze, míg észrevettem, hogy a fogadó fél másik oldalán hiányoznak azok az innovációk, amelyek több globális problémára reagálnak. A STEMPO rendszerében, a jótékony kapcsolat teremtés érdekében fiatal kutatókat kötök össze, miközben behozzuk azt a titkos összetevőt, mely több döntéshozó egyenletében eddig ismeretlen változóként szerepelt. A több ezer fiatal kutató jövőjének megalapozásáért álltam a cápák elé. Egészen kicsi koromban, a társasjátékok során megtanultam nyerni és veszíteni. Noha paradoxként hangzik, de a siker kudarcok sorozata. Nem létezik kutatómunka sem hibajelek nélkül, sőt azok adják a projekt validitását. Egy-egy kutatás eleve magában rejti a nehézségeket, esetenként a kudarcokat, de azok azért vannak, hogy megoldást találjunk rájuk. A koronavírus időszak alatt a Network tagjai Kanadában új 3D Mass Design fejlesztésén, Izraelből a vírus terjedésének analitikai elemzésén dolgoznak, illetve globálisan több helyről új terápia optimalizálásán tevékenykednek. A jelenlegi helyzet hatására a külföldi cégek nyitottabbakká váltak az ország határokat átívelő együttműködésre. Másodperc töredéke alatt hozzuk meg döntéseinket a képernyő előtt, hogy igennel vagy nemmel felelünk egy termékre, szolgáltatásra, tehát a profit szemszögéből is lényeges a digitális stratégia kialakítása. A tanácsom, hogy a digitalizáció stabilizálódjon a munkahelyen, hogy egy esetleges krízis ne kiesést, hanem kitörést okozzon.